A veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede lesz a következő. Erről beszélt Orbán Viktor a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásában Tusnádfürdőn. A miniszterelnök hangsúlyozta, a nyugati civilizáció tartó oszlopai repedeznek, egyre gyengébb a teljesítménye és a tekintélye is a nyugati világnak. A kormányfő kitért a világ előtt álló kihívásokra is, ezek a migráció, a demográfiai kérdések, valamint a genderügyek. A veszélyek korába léptünk, és korábban megrendíthetetlennek hit tartó oszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak. Több ezer ember előtt 3 év után elemezte ismét Magyarország és a világ helyzetét Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban megtartott több mint 1 órás előadásában a miniszterelnök úgy fogalmazott, a nyugati világ elvesztette a nyersanyagok feletti uralmát. Azt látjuk, hogy a rivális civilizációk, azok átvették a nyugati technológiát és a nyugati pénzügyi rendszert is kitanulták, de a nyugati értékeket nem vették át, sőt, eszük ágába sincs átvenni. A nyugat ennek ellenére a saját értékeit akarja terjeszteni, amelyet a többiek megalázónak éreznek, amit mi megértünk, időnként még mi is annak érezzük. Orbán Viktor a világ előtt álló kihívásokat sorolva kiemelte a migrációt. A miniszterelnök elmondta, nyugaton nem akarnak szembesülni azzal, hogy minden elveszett. A kormányfő arról beszélt, a folyamatosan mozgó iszlám civilizáció belátta, hogy a Magyarországon keresztül vezető útvonal nem alkalmas arra, hogy az embereiket Európába küldjék. Orbán Viktor rámutatott, fel kell készülni arra, hogy nyugatról is védekezni kell majd, és a keresztényeket onnan is be kell majd fogadni. A demográfiai helyzetről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott, a világ népét 2 csoportba lehet sorolni. Azokra, akik képesek a biológiai önfenntartásra, és azokra, akik nem. Hozzátette, nálunk még mindig jóval több a temetés, mint a keresztelő. A helyzetünk javult, de fordulat nincs. Márpedig mindennek ez az alfája és az omegája, ha itt nem lesz fordulat, előbb-utóbb ellakják tőlünk Magyarországot, ellakják tőlünk a Kárpát-medencét. A gender ideológia kapcsán Orbán Viktor kijelentette, mi nem akarjuk megmondani, hogy nyugaton hogyan éljenek, csak fogadják el azt, hogy nálunk az apa férfi és az anya nő. Mi csak azt kérjük, hogy ők ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi nem sorsnak, hanem végzetnek látunk egy nemzet számára. Csak ennyit kérünk, és nem többet. A miniszterelnök összegezve a problémákat, konkrét példát is említett a környező országokból. Háború van, energiaválság, gazdasági válság, meg háborús infláció, és mindez paravánt húz a szemünk elé, paravánt húz közénk, és a gender és a migráció kérdése közé. De valójában ezeken a kérdéseken fordul meg a jövő. Ez a nagy történelmi csata, amit vívunk. Demográfia, migráció, gender. És a bal-jobb harcnak is pontosan ez a tétje. Nem említek baráti országot, csak utalok rá. Van olyan ország, ahol nyert a baloldal, első intézkedések között volt, hogy lebontották a kerítést, és a második intézkedés volt, hogy az összes gender szabályt az azonos neműek házasságán túl, még a gyerekek örökbefogadáshoz való jogot is elismerték. Orbán Viktor úgy összegzett, a nyugat szellemi értelemben Közép-Európába költözött. Ennek ellenére minden vitában... Európának új stratégiára van szüksége, amelynek középpontjában a békének kell állnia, ezt mondta az ukrajnai háborúval kapcsolatban a miniszterelnök. Orbán Viktor arról beszélt, a béke az egyetlen megoldás, ami az infláció és a gazdasági válság ellenszere is egyben. A kormányfő hozzátette, a háborút csak orosz-amerikai tárgyalások tudnák lezárni, Oroszország ugyanis biztonsági garanciákat akar. Azt gondoltuk, hogy Európában nem lehet újra háború, Magyarország szomszédságában háború van. A háború évtizede lesz a következő, jelentette ki Orbán Viktor tusványosan. A miniszterelnök szerint ez a konfliktus megrázta a V4 tengelyét adó magyar-lengyel együttműködést is. A baj a szívvel van. A magyar-lengyel kapcsolatokban szív probléma van. Mi ugyanis úgy látjuk, hogy ez a háború 2 szláv nép háborúja, amiből mi ki akarunk maradni. A lengyelek meg úgy vannak vele, hogy ők benne vannak, ez az ő háborúk, ezt ők már szinte vívják. Át kell menteni az ész segítségével a magyar-lengyel barátságból mindent, amit lehet a háború utánra, mutatott rá Orbán Viktor, majd hozzátette. A Szlovákiában és Csehországban zajló kormányváltások is nehezítik az együttműködést, ahol már a posztnyugatot szolgálják. Nem vállalják a konfliktusokat Brüsszellel, jó pontokat gyűjtenek. Az én véleményem szerint ez olyan, mint amikor az ember
beköti a lovait egy égő istálóba. A miniszterelnök ezután úgy fogalmazott, minden háború alapja, hogy az anyák elveszítik gyermekeiket, a gyermekek pedig a szüleiket. Ez pedig mindent felül kell írjon, még a politikában is. Ez a magyar kormány számára azt jelenti, hogy az a legfőbb kötelességünk, hogy magyar szülő és magyar gyerek ne kerüljön ilyen helyzetbe. Vannak olyan országok, amelyek bírálnak minket, hogy nem vagyunk elég elkötelezettek Ukrajna mellett. Ők azonban messze vannak a konfliktustól, szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kárpátalján élő magyarokra utalva közölte, nyilvántartásuk szerint eddig 86 magyar ember halt meg a háborúban. Csak mi magyarok adtunk vért abban a háborúban, a bennünket kritizálók egyet sem. Ezért Magyarországnak joga van szomszédos országként azt mondania, hogy a béke az egyetlen megoldás. A béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmentésében, a háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere is. Orbán Viktor megerősítette, ez nem a mi háborunk, majd közölte, Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t, ugyanakkor a nyugatiak elutasították az oroszok biztonsági igényeit, aminek most Moszkva fegyverrel szerez érvényt. Azt kell mondanom, hogyha szerencsésebbek lettünk volna egy kicsit, és az Amerikai Egyesült Államok elnökét ebben a döntő órában Donald Trumpnak hívják, és sikerült volna meggyőznünk korábban Angela Merkelt, hogy ne távozzon, és Donald Trump lett volna az amerikai elnök, Angela Merkel pedig a német kancellár, akkor ez a háború sohasem robban ki. A miniszterelnök szerint az oroszok addig támadják majd Ukrajnát, amíg azok a fegyvereikkel már nem tudnak belőni Oroszországba. Orbán Viktor azt mondta, orosz-ukrán béketárgyalás nem lesz. Aki erre vár, hiába vár. Miután Oroszország biztonsági garanciákat akar, ezért a háborút csak orosz-amerikai tárgyalások tudják lezárni. Amíg nem lesz orosz-amerikai tárgyalás, addig nem lesz béke sem. Orbán Viktor jelezte, Európának nem világpolitikai szerepre kellene törekednie, hanem a saját házatáján felmerülő kérdéseket kellene tisztáznia.